Szavazni vasárnap reggel 7 órától este 7-ig lehetett a Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskolában. A választásra jogosult 1589 állampolgár közül 517-en mentek el szavazni, ami 32,2%-os részvételt jelent. A leadott voksokból mindösszesen 4-et nyilvánított érvénytelennek a szavazóbizottság. Első helyen végzett Kosztolányi Gyula 246 szavazattal a Dati Fidesz jelöltjeként. Utána a dr. Vizer Tamás független jelölt 166, Král Zoltán szintén független jelölt 59, dr. Bartáné Harsányi Nóra a Lokálpatrióta Egyesület színeiben 31, és Gyimesi András a Jobbik jelöltjeként 11 voksot szerzett. Így a képviselőtestületben jelenleg a Dafi Fidesz részéről 80, valamint a Jobbik, az MSZP és a KDNP tagjaiként egy-egy képviselő dolgozik. A választásokat követően tehát a hármas számú egyéni választókerületet mostantól Kosztolányi Gyula fogja képviselni.